Szervusz, drágám! De jó, hogy hívsz. Mit csinálsz? Micsoda? Hogy kiabált veled? Fordított? Hát nyugodj meg, drágám, nem lesz semmi baj. Hogy micsoda? Hogy megtudta, hogy velem csalod meg, és hogy ide fog jönni? Hát persze, hát jöjjön csak. Jöjjön. Majd én megmondom neki, hogy elvesznek. Igen. Már el is indult. Nem félek, hát de úgy félek, hogy mire vigyázza? Fegyver van nála is, hogyha a zsebéhez nyúl, akkor ordítsa. Jó, akkor majd ordítani fogok. Hogy ne félj, drágám, majd ezt elintézzük egymással, mint férfi a férfival, jó? Na, ne izguljál. Csókollak, még hogy fegyver van nála. Jaj, apot! Na, sehol senki. Itt is szépen fogadják az embert, mit ne mondjak. Halló? Szervusz, anyukám! Hogy derült a pofádba? Nem neked édesem, hanem itt vagyok a doktor urán és a paciense. Itt van az asztalon. Igen. Nem, a doktor úrral még nem találkoztam. Igen. Nyugodjál meg, el tudom én ezt intézni, el fogom vele intézni. Igen, eladom ezt a tehenet, nem lesz vele baj. Jó. Mit csináljak, ha nem akar fizetni? Ordítsa? Ordítok, ha te mondod. Jó, legyek vele ingerült. Jó, ingerült leszek, az leszek. Igen. De azt mondjad már meg, édesem, hogy mennyit kell fizessen a tehéné? 180 ezeret. Te, és mi van, ha nem akar ennyit fizetni? Nem alkuszunk? Nem alkuszunk, megmondom neki. Nem alkuszunk? Így, megmondom neki, jó? Igen. Jó. Mi van a marhával? Csapjak a markába. Jó. A marha levé? Azt is így elhozta. Itt van nálam. Látod? Itt van a zsebemben. É, halló? Letette. Nem alkuszunk. Nem alkuszunk meg különbe azt a... Jaj! Jó napot kívánok, doktor úr, szerintem maga pontosan tudja, hogy én miért jöttem? Én pontosan tudom, hogy maga miért jött, és éppen ezért semmi szükség, hogy az előzményekről beszéljünk. Semmi, ne is beszéljünk az előzményekről, vágjunk a közepére! Ne jöjjünk közelet! De kérem... Ne jöjjön közelet! Kérem, én figyelmeztetem magát, hogy ne nyúljon a zsebéhez, és igyekezzék megnyugodni. Lehet, én nyugodt vagyok. Ne legyen izgatott! De én nem vagyok! Ne jöjjön közelet! De kérem szépen! Kérem, én megértem, hogy maga ideges. Én vagyok ideges. Ha maga kiabál velem, aztán én vagyok az ideges. Ne jöjjön közelet! Ez hülye! Kérem, érezd magában annyi higgadságot, hogy nyugodtan megbeszéljük a dolgot? Én aztán tök higgadt vagyok. Jó, hát akkor beszéljünk, mint férfi a férfival. Foglalja a helyet? Le, maga mondja. Én önnek egy... vallomással tartozom. Hogy mivel? Egy vallomással. Nekem? Igen, mert hogy én halálosan szerelmes vagyok. Őrület, doktor, ez őrület! Azt nekem speciálhez meg mi között? Remélem, hogy ön ezt nem is hiszi. Hát speciál elhiszem, csak épp nem érdekel. De ez nagyon fontos. Fontos, magának fontos, de nem nekem. Nem, ez magának is fontos, mert ez itt a színekpánon. Ezt hogy tetszett mondani? Sine qua non! Mondom, hogy ez hülye. Maga még nem találkozott a sine qua nonnal. Hát vele speciál még nem volt szerencsém. Ember, hol él maga? A sine qua non annyit jelent, hogy valami, ami nélkül nem lehet valamit elintézni. Ja, várjon már. Akkor ez olyan, mint hogy én el akarnék adni egy tehenet, amit marhalevél nélkül nem lehet? Pontosan! A marhalevél a sine qua non. Ezzel kellett volna kezdeni! Ne jöjjön a zsebéhez! Komolyan mondom, én megőrülök. Kérem, akkor tegyük a tárgyat. Hát én azon lennék, de maga nem akarja. Szeretném hallani a feltételeit. A feltételeit? De feltétel, hogy nem alkuszunk, nem alkuszunk! Nem alkuszunk. Nekem egyetlen egy feltételem van, hogy amíg a bírósági tárgyalás nem ér véget, addig leviszem magammal, és ott lesz nálam a tanya. Tanyám? Igen. Ja, értem, hogy ki akarja próbálni. Ne legyen maga ilyen közönséges.
Én aztán nem vagyok közönséges, én egy nagyon finom úriember vagyok. Maga, aki ordibál a feleségével? Ezt meg honnan tudja? Ordibált vagy nem? Ordibáltam, de hallotta volna ő. Na hát, nagyon szép tér maga, mit ne mondja. Na, beleegyezik, hogy ne vigye magammal, és ott legyen nálam a tanyán? Na, nézze, ezt a dolgot én most már rövidre zárom. Fizessen érte 180 ezret, aztán tőlem oda viszi, ahová akarja. Bánom is én, hogy mit csinál. Maga még ezen keresni is akar. Hát nem sokat, de az üzlet az üzlet. No, hát szép ember maga, képes 180 ezret kérni érte? Hát cínyelje magát. Na, ide figyelj, kifizeti ezt a 180 ezret, aztán elviszi. Kell vagy nem kell? Jó, itt van. Itt van, azt mondja, hogy ez 150 ennyi van momentán nálam. Nem alkusz, 180, nem alkusz, nem alkusz! Jó. Most szépen kimegyek, és hozok még, addig itt várjon, jó? Jó, van, jó lesz, hogyha hozza azt a pénzt. És majd az egészről csinálunk egy írás. Ja, várjon már az írásról! Ne nyújjon a zsebéhez! Ennek tényleg elmentek otthonról. Na. Mondani, hogy nekem még kéne vetközni. Mert én vagyok az Ella férje. Mit érdekel engem, hogy maga kicsoda? Én az Ellának se fogok levetközni, nemhogy magának. Pedig mi most meg fogunk verekedni. Mi ketten? Igen, mi ketten. Aha, azt tessék már mondani, hogy mi miért fogunk megverekedni? Látod már maga a felkelő nap sugarainál a tisztáson két szarvasbikát? Amikor elkezdődik az élet-halál harc. Látok már ilyen küzdelmet? Vájom, ezt át kell gondoljam. Hát nem láttam, de speciál baromira nem is érdekel. Na, amikor a két a felkelő a sugarainál találkoznak, akkor kezdődik el az élet-halál harc. Persze, persze, szerintem szóval Dokinak lehet valami beleteg. Csapódnak az a gancs! Mi csapognak, kérem szépen, mi csapognak? Az a gancs! A gancsok azok csapognak, persze, hogy csapognak! Két bika! Persze, ez tiszta hülye! Egymás szügyit keres! Keresik? Persze! Így fogunk mi harcolni! Itt? Így! Mi ketten? Mi ketten? Na. Mint a bika! Értem, kedves bika úr! Nyugodjon már le! Mi nem fogunk harcolni, mert az az igazság, hogy nincsen nálam se a szügyem, se az agancsom. Ha se lakod át, de megteszem! Gyerünk! De megakarom! Nagyon már! Harcoljon! Megérdemli! Ezt megérdemli a bika úr! Tudja maga, hogy a bikák a felkelő nap sugarainál a tisztáson miért harcolnak? Nem tudom, de speciál ezen kettem is érdekel! Elmondom magának. A bikák a tisztáson a felkelő nap sugarainál. A tehén miért harcolnak? Hogy tetszett mondani? A tehéné? Igen, a tehéné. Jaj! Drága bika úr! Hát mit ijeszket itt engem? Na, figyeljen már ide! A tehén? Már nem az enyém, mert már eladtam, volt nincs. Eladtam? Mondom, volt nincs, nem az enyém. Nem a magáé? Nem, na, ide figyelje, magának megsúgom. Az az igazság, hogy már kicsit öregecske volt. De nem úgy teljesített, mint régen, jobb volt ezen túladni. Megfolytam. Na, ide figyeljen, én úgy szügyörúgom magát, hogy a agancsába is érezni fogja. Lelövöm! Tessék, itt a pénze. Nagyon jól tetszik hozni. Maga meg kicsoda. Maga kicsoda? Ez dr. Kovács Lajos. Igen? Igen. Maga a dr. Kovács? Igen. Én meg a Béla. Az Ella férje. Ő a Bika Béla, az Ella férje. Na, igyázzon! Na, most meg ezzel kezdni. Te jó egy...
gagancsa! Te jó ég, mi lesz itt még? Jajaj! A gyere ide, kis borjú! Halló, Bika úr! Pézem? Na, dokikám! Nézze, lehet, hogy én nem vagyok egy bika, hát de marhának se nézze!